vége a munka ünnepének, amit sok munkás meg sem ünnepelhetett, mivel keresetük azt nem tette lehetővé, mondja Milan Popovics. A Független Szabadkai Szakszervezetek Szövetségének elnöke szerint a korábbi évekhez viszonyítva ugyan beszélhetünk némi javulásról, ám továbbra is annak vagyunk tanulni, hogy sérülnek a munkások jogai, kezdve a szerződésbe foglalt munkaidő hosszának figyelmen kívül hagyásától, egészen az olyan esetekig, amikor betegszabadságon lévő dolgozókat zaklat a munkaadó. A munkás sok helyen nem tiszteli munkáltatója, mondja a szakszervezeti vezető. Ezért kell a szakszervezeteknek elsősorban a magasabb bérekért küzdeni, meg azért, hogy a munkáltató tisztelje a munkatörvényt. Csak így nyerhetik el dolgozóik tiszteletét, és nem csak azzal, hogy némi keresetet biztosítanak számukra. Popovics szerint, amennyiben nem sikerül nagyobb béreket biztosítani, és ugyanakkor tisztelni, meg emberszámba venni a munkást, a most zajló elvándorlás visszafordíthatatlan folyamattá válik.